Hál' Istennek a sors úgy adta, hogy kikeveredtem Szentendrére. Hát nagyon sok katonatársam itt lakott. Részben emiatt is, Gyümiskolomban is kijártunk azért ide, tehát nem volt úgy ismeretlen. Amikor ide csöppentem, azért a korosztályomhoz csöppentem, mert... Becsöppent ez a társaság, később ugye megcsináltuk közös a Vajdalai stúdiót, és az úgy kimondva kimondatlanul, mert nem ez, hogy most deklaráljuk, hogy nem most még teret kérünk, vagy akarunk, de itt vagyunk, és akkor egy szokatlan dolog volt, hogy ő ilyen fiatalon, szinte pofátlan, azt mondjuk, mi is művészek vagyunk, és meg akarjuk mutatni a dolgainkat. Még tudok dolgozni, és az nagyon jó dolog. Én szeretném azt hinni, hogy jön egy boldogabb korszak, sokat hányhatott országunkra. Már ez is foglalkoztat, mert magyar művész vagyok, itt élek, a Kárpát-medencében élek, tehát engem ezek a dolgok közismerten foglalkoztatnak.